A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Kárpátalja legdinamikusabban fejlődő civil szervezete, amely indulásakor 34 magyar családot egyesített, míg jelenleg közel 700 nagycsaláda tagja. A szervezet eredményes működését jelzi, hogy a tevékenysége mintegy 3500 embert érint, az elmúlt évben pedig több mint 100 programot bonyolítottak le. Ezekkel a kárpátaljai magyarság szülőföldön maradását is szolgálja az Egyesület, miközben a programjaikkal és a beruházásaikkal a családok hétköznapi életét is segítik. Sok olyan nagy családjuk van, akiknek egyszerűen fizikailag nincs lehetősége arra, hogy a gyerekekkel együtt üdüljenek, mert nincs elég pénzük például. És ezért jutottunk el arra elhatározásra, hogy egy egyébként magyar tulajdonban lévő és eladó panziót vásároljunk nekik az Uzsoki hágó bejáratától néhány kilométerre, tehát igazán festői környezetben egy Viharos nevű településen, egy vadvölgy panzió fantázia névre hallgató, nagyon szép természeti környezetben fekvő létesítmény, és ennek a felújítási első szakasza zárult a hétvégén, amikor a sajtómunkatársainak ígéretünkhöz híven bemutattuk az Egyesület vezetőségével ezt a panziót. Az ő filozófiájukhoz mérten ez egy önkéntes munkahétvége volt egyébként, amikor néhány nagy családos szülővel és gyermekkel együtt kitakarították a panzió környezetét, hiszen a felújítási munkátok második szakasza is elkezdődik, és azt hiszem, hogy ha ugyanezzel a dinamikával haladunk tovább, akkor egy teljesen egyedi, valóban egy nagy családbarát, és az év 12 hónapjában használható színvonalas vendéglátóhelyet fogunk kialakítani, amely nem csak ezt a szociális küldetést töltheti be, hogy az Egyesület rászoruló nagycsaládos tagjai juthatnak el nagyon kedvezményesen üdülni, hanem természetesen nyitott valamennyi kárpátaljai szervezet számára. A rászoruló nagycsaládosok megsegítése mellett a miniszteri biztos kiemelte Kárpátalja anyagi támogatását is, melyhez a kormány számos forrás biztosít, valamint olyan programokat is indítanak, melyek a külföldi magyarság anyaországhoz való integrációját szolgálják. Ezekben kiemelt szerepe van a Nyíregyházi Egyetem ukrán tanszék újraindításának, egy 5 helyszínből álló alkotóház hálózat vásárlásának, de ezek mellett Rákóczi lovasszobrot is állítanak, magyar és ukrán nyelvtanfolyamokat is indítanak, és folytatják a kárpátaljai óvodák fejlesztését is. Ez egy 47,6 milliárd összköltségvetésű Kárpát-medencei óvodaprogram, amelyből egy bő 6 milliárdos keret szabódott Kárpátaljára. Ez ott mélyreható változásokat jelentett már is, és jelent az óvodák világában. Ebben a pillanatban 13 felújított óvoda vár éppen átadásra, miközben már 50-et meghaladta az átadott felújított óvodák száma, és néhány új intézményt is átadtunk, például a Viski Református óvodát, vagy a közelmúltban a Munkácsi Szent József Római Katolikus óvodát, vagy a Mezővári Református Egyház tulajdonában, de községi fenntartásban működött, és további új óvodák várhatók, hogy ne hagyjuk ki a görög katolikusokat sem. Mágyfaluban néhány héten belül egy új görög katolikus óvodát is avathatunk. Tehát én azt hiszem, hogy azt a csoportot és azt a réteget céloztuk meg, nem tudván persze még akkor a fenyegető nyelvtörvény ügyét, amelyben mindig is szabadon lehet majd magyar nyelven oktatni, és a magyar mesevilágon keresztül pedig a gyermekeket a magyar kultúrához kötni. A Kárpátaljai Magyar Bázisiskolák fejlesztési programjával kapcsolatos határozatban rögzítették, a kormány egyetért, hogy kiemelten fontos a kárpátaljai magyar nyelvű intézményes oktatási rendszer megőrzése, ezáltal a magyar anyanyelvi oktatás biztosítása Kárpátalján. Ezért a miniszterelnök általános helyettesének, Semjén Zsoltnak kell gondoskodnia a feladat megvalósításáról, amikre az idén 3 milliárd 560 millió forintot, jövőre 3 milliárd 510 millió forintot, 2021-ben pedig 3 milliárd 15 millió forintot kell biztosítani a költségvetésben.